kinek van joga szexuálisan nevelni a gyermekeinket, ez talán a magyar belpolitika, de lehet, hogy a külpolitikának is a ma legfontosabb kérdése. Frakcióvezető úr volt ennek az előterjesztő, ennek a gyermekvédelmi törvénynek, ugye, ami a gyermekneveléshez való jogot szavatolja a magyar szülők számára. Tehát nincs is hitelesebb ember annál, hogy ezt kérdezhetjük, hogy kinek van joga, és ez a törvény pontosan mit is mond ki, hiszen kevesen fogják azért fellapozni a magyar jogszabálytárat. Azt valljuk, hogy a szülőknek a saját gyermekük nevelését illetően előjogaik vannak mindenkivel szemben. Ez tűnhet persze evidenciának, hogy miért téma ez, hiszen mindenki így gondolja, de ma már nem az. Ezt megkérdőjelezik sokan, és ennek az egyik leglátványosabb része az, amikor a gyermekek számára az életkoroknak nem megfelelő tartalmakat már az iskolába is beviszik, sőt, törünk nyugatabbra már az óvodákba is. Az erőszakos LMBTQ propaganda nem kíméli már meglepő módon egyébként a 6 év alattiakat sem, miközben egyébként abban az életkorban semmi keresnivalója, semmilyen kontextusban ennek a témának nincs egy gyermek életében. A szülők előjogáról szóló vita először is érthetetlen. Tehát meglepő, hogy nem tartozik az Európai Unió által védett értékek közé a gyermekvédelem, illetve azon belül az a rész, amelyről most a diskurzus folyik, amire ön is utalt, hiszen azt talán nem kellene, hogy vitakérdés legyen, hogy egy szülő azon túl, hogy előjogai vannak, mindenképpen jobban tudja megítélni, hogy mikor, melyik életkorban szükséges a gyermekének ilyen típusú felvilágosítást adnia, és azt milyen irányban kell megtennie. Ez nem pusztán értékrendi kérdés, vagy értékrendi előjoga egy szülőnek, hanem talán ezt kellene a természetesnek is tekinteni. Tehát itt nehéz még csak előjogokról is beszélni, jogokról van szó, a szülői jogok megerősítéséről. Az, hogy erről most vita van az Európai Unióban és a hazai közéletben is, vagy a baloldali pártok nem szavazták meg a pedofil ellenes és gyermekvédelmi törvényt, azért elárulja azt, hogy ez a probléma, ez nem egy műprobléma, hanem éles, és ez az erőszakos LMBTQ propaganda igenis a gyermekekre fenni már a fogát. Egyébként két gyermek apjaként, egy lányom és egy fiam van, magánemberként, tehát nem csak politikusként, hanem apaként is fenntartom magamnak a jogot, hogy az én gyermekeimet ne egy sorosista civil szervezet világosítsa föl, vagy terelgesse, vagy tegyen vele bármilyen kísérletet az LMBTQ propaganda jegyében. El a kezeket a gyermekeinktől, így tudnám röviden összefoglalni a törvényünket. A maga vita azért is érthetetlen, mert az egész norma szöveg, amire ön is rákérdezett, úgy kezdődik, hogy tilos 18 éven aluliak számára, inkluzív a gyermekek vagy kiskorúak számára különböző tartalmakat közzétenni. Éppen ezért nem értjük, hogy mi a problémájuk vele a bírálóiknak. Több hétpárti frakcióvezető jegyeztetés történt az elmúlt időszakban. Ennek talán az egyik legékesebb példája az, ahogy ön is említette, ugye a koronavírus járvány meglenésekor, illetve a járvány elleni védekezésnek a egyeztetése kapcsán volt. Azt látjuk, hogy az ellenzéki pártok legtöbbször ilyen lacos kamaszként állnak szembe a kormánnyal. Mindegy, mit mond a kormány, azzal szembe helyezkedünk, még utána meg is változtatják az álláspontjukat, mindegy, hogy átállnak a kerítés másik oldalára, vagy éppen az oltás ellenességre buzdítanak. Mi ennek az oka, hogy nincs egyszerűen tartalmi mondani valójuk, a másik pedig, hogy pont Márki-Zay Péter fogja őket megmenteni ettől? Az ellenzék abban volt, a magyar baloldal abban a szomorú helyzetben volt, vagy inkább úgy mondom, hogy elszomorító helyzetben volt, hogy abban volt érdekelt, hogy a magyar kormány ne legyen sikeres a járvány elleni védekezésben. Tehát döbbenettel néztük, sőt ezt az egyik szakértőjük, vagy főtanácsadójuk egy nyugati labban lenyilatkozta, hogy minél több lesz a megbetegedés, és minél több lesz a halott, annál nagyobb esélye lesz az ellenzéknek 2022-ben. Ez egy embertelen és beteg gondolat egyébként, de az ellenzék és a baloldali politikusok mindvégig abban voltak érdekeltek, hogy a járvány elleni védekezés minél sikertelenebb legyen. Ezért bizonytalanították el az embereket az oltással, a tesztekkel, az egészségügy állapotával kapcsolatban, ezért terjesztettek kamu videókat, hamis fotókat, hazug híreket a nyugati sajtóban, és ezért támadták és sértegették az egészségügyben dolgozókat. Tehát meg kell mondanom, hogy őszintén, hogy a járvány és a védekezés időszaka alatt a baloldalra nem lehetett számítani. Még olyan esetben sem, amikor egy hétpárti egyeztetésen, amire ön is utalt,
megegyeztünk valamiben, vagy megállapodtunk, mondjuk amikor szükség lett volna az összefogásra, és az úgy tűnt, hogy ők is partnerek ebben, akkor is hátba támadtak bennünket, és én azt gondolom, hogy a magyar emberek ezt világosan látták. Tehát nem lehetett rájuk számítani, amikor a járvány elleni védekezésről volt szó. Ha már Hódmezővásárhelyet említettük, akkor nem titok, hogy önnek van a Hódmezővásárhelyi kötődése, illetve ugye budapesteni, budapesti lakos, Budapesten országgyűlési képviselő, illetve ez mindkét település most ellenzéki polgármesternek az irányítás alatt áll, de mindkét ellenzéki polgármester nagyjából háttérbe szorította ezt a munkát, már ez a munka dicséretes volt, és ugye országos babérokra, országos politikai babérokra törtek. Ön, mint a két település iránt, két település életében érintett ember, hogy nézte ezt, akár magánszemélyként, akár politikusként? Hát Karácsony Gergely munkásságát szerintem ma már nem kell senkinek bemutatni. Tehát aki nem kárvallottja annak, ami Budapesten történik, tehát és nem budapesti, az valószínűleg jókat röhög magában, hogy voltak képesek a budapestiek egy ilyen hamis és szerencsétlen alakot megválasztani. Persze a nemzetfővárosa többet érdemelne annál, mint egy felelősséghárító, állandóan magyarázkodó, hazudozós, hamis, semmiről sem tudó, lusta ember vezesse. Márki-Zay Péter számomra egy fokkal érdekesebb, mert Karácsony Gergelyről, zuglói polgármester korában is tudtuk, hogy ilyen. Mondhatnám azt is, hogy nagy meglepetés nem okozott, csak becsapta a választókat, csalódtak benne, az emberek mást vártak. Márki-Zay Péternél szerintem ettől eltér a helyzet. Márki-Zay Péter nem egyenes a magyar választókkal, amikor jobb oldalinak mondja magát. Tehát aki baloldali politikát csinál, baloldali szövetségesekkel, baloldali programot hirdet, eltörölni a rezsicsökkentést, mentegeti a migránsokat, az nem mondja magáról, hogy jobb oldali. Ez, mert nem igaz. És a magyar választók több tiszteletet érdemelnek, mint ezt. És most, hogy ezzel a trükkel próbál szavazatokat szerezni, persze lelke rajta, csak ne gondolja, hogy a magyar emberek ezt el fogják hinni neki. Én arra hívom csak fel a figyelmet, hogy Márki-Zay Péter, én Hódmezővásárhelyi munkáját megítélni nem tudom, és nem is lenne hiteles, ha tenném, de azt látom, hogy amit nyilatkozik az energiaválság kapcsán, a benzinárak kapcsán, amikor azt mondja, hogy úgy kell spórolni a benzinnál, hogy mindenki vegyen kisebb autót, úgy kell spórolni a vízzel, meg a rezsit úgy kell csökkenteni, hogy fürödjenek kevesebbet, meg használjanak kevesebb vizet, az szerintem olyan fokú cinizmus, amit a magyar emberek nem érdemelnek meg. Egyértelmű, hogy a következő 5 hónap ugye a országgyűlési választásokról szólnak, ezért is éles talán ennyire a belpolitika, illetve a külpolitika Magyarországon, Magyarország körül. Hogy látja, mi a legnagyobb tétje ennek a 2022-es országgyűlési választásoknak április közepén, hiszen ez mind Budapestről, mind akár innen a Tiszató mellől, a Nagykunságból, bárhonnan számos kérdést felvet. Jövőt választunk magunknak. Jóforma minden országgyűlési választásra igaz ez. Most azonban annyiban különösen igaz, vagy még inkább igaz, hogy bennünket körülvevő világ, akár az Európai Uniós vitákra, ha gondolunk a migrációra, az energiavitákra, a rezsi csökkentés, eltörlése körüli vitákra, az LMBTQ propaganda körüli vitákra, a tét jóval nagyobb talán, mint eddig volt, mert a normalitást kell most megvédenünk. Van egy másik dimenziója is persze a tétnek, az inkább egy magyarországi megközelítés, kevésbé egy európai vagy világtrendeket figyelembe vevő, az, hogy az egyik oldalon van egy Orbán Viktor vezette kormány, amelyik megvédi a határokat, támogatja a családokat, csökkenti az adókat, csökkenti a rezsit, és segíti a mindennapi emberek életét, visszaállítja a 13. havi nyugdíjat. Ezzel szemben van egy Gyurcsány Ferenc és csapata, Gyurcsány Ferenc nevével fémjelzett, mint legerősebb baloldali politikusével fémjelzett csapat, amelyik nyilvánvalóan többször elmondta, hogy beengedni az illegális bevándorlókat, eltörölni a rezsicsökkentést, megemelni az adókat, és én azt gondolom, hogy ebből a kettőből választhatnak jövő tavasszal a magyarok, és én nagyon bízom benne, hogy azt az utat fogják választani, amelyiket az ország most is járja, mert ez jelenti a biztonságot és a folyamatos bővülést a magyar családok számára.